Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, amely világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni vagy feltartóztatni. Elbocsájtalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen.
Hív segítségül engem a nyomorúságod idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ne félj, csak higgy! Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét. Övezzétek körül a derekatokat az igaz lelkűséggel. És vegyétek fel az igazság mellvasát. Húzzátok lábatokra a békesség evangéliumának a savját. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, az üdvösség sisakját és a szellem kardját, amely az Isten beszéde, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk.
szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Így valóban a mennyei atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felhozza a napot, amely az övé, hogy világítson a gonoszoknak és a jóknak is. Hasonlóképpen esőt küld az igazságosoknak és a bűnösöknek egyaránt. Ha tehát csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan milyen jutalmat kaptok? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe érte, hogy valaki csak hisz a fiúban, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az atyához, csak én által. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes hibátlanul maga elé állítani dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára. Ő az egyetlen Isten, és egyedül ő tud megmenteni bennünket. Övé legyen minden dicsőség, nagyság, uralom és hatalom. Urunk Jézus Krisztus által, a múltban is, most is és örökké.